Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Október 24-e van, Salamon névnapja. A mai a Magyar Operett napja Kálmán Imre születésének és Lehár Ferenc halálának emlékére. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei. Először csak röviden. Utolsó útjára kísértek Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkárt Bonyhádon. Együttműködési szerződést írt alá az MNT a munkába álló tanügyi dolgozók támogatása érdekében. A lengyel miniszterelnököt fogadta a szerb államfő. Belgrádban tárgyalt a magyar kulturális és innovációs miniszter. Végső búcsút vettek Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkártól Bonyhádon. A helyi szeplőtelen fogantatás templomban Felföldi László pécsi megyés püspök tartott gyászszertartást. A Bukovinai Székely Szövetség elnöke a misén azt mondta, Árpád ember volt, szerethető, aki nem tett különbséget anyaország és külhonban élő testvérek között. Mindenhol ölelve fogadták. Hozzátette, hídépítő volt, hidat épített az anyaország és a szórványban élő magyarok között. Ezt követően a Bonyhádi evangélikus köztemetőben Felföldi László püspök mellett Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes búcsúztatta a tragikus hirtelenséggel elhunyt politikust. Semjén Zsolt azt mondta, Potápi Árpád János neve beíratott a nemzetpolitika és a magyar nemzet történetébe. Magyar és keresztény politikát képviselt, küldetése volt a magyarság megőrzése. Hozzátette, szerény volt, ha kellett, hátralépett, keretet és vásznat adott a képnek, melyet a magyar közösség festett. Nyugodj békében, de segíts minket oda átról, zárta szavait Semjén Zsolt. A katolikus gyászmisén és a temetésen jelen volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Kövér László házelnök, Novák Katalin és Áder János korábbi köztársasági elnök, a magyar kormány tagjai, az anyaország és határon túli politika és közélet képviselői, köztük dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács és Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A családtagok mellett barátok, munkatársak és tisztelői vettek búcsút a magyar nemzetpolitika jeles képviselőjétől. Potápi Árpád János múlt héten hunyt el 57 éves korában. A nemzetpolitikai államtitkárt az egész világ magyarsága gyászolja. Együttműködési szerződést írt alá a tanügyi dolgozók munkába állásakor kötelező pszichofizikai pálya alkalmassági vizsgálat finanszírozásáról Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Nenad Ivanisevics tartományi gazdasági titkár, valamint Snezhana Szedlára, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tartományi irodájának igazgatója. A megállapodás magába foglalja magyar nyelvtudással rendelkező szakképzett pszichológusok bevonását, ami lehetővé teszi a jelöltek számára, hogy anyanyelvükön essenek át a felmérésen, emelte ki Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A pályaalkalmassági vizsgálat sokáig csak szerb nyelven volt lehetséges. A magyar nyelven történő vizsgálat figyelembe veszi a magyar nyelvi és kulturális sajátosságokat, és egy nemverbális intelligencia tesztből, egy személyiségi tesztből és egy magyar nyelvi beszélgetésből áll. Ennek a megállapodásnak az aláírása jogalapot biztosít a magyar nyelvű oktatási intézményekben dolgozni kívánó jelöltek pszichológiai felismerésének elvégzéséhez, ami egy lépés az egyenlőség, valamint a polgárok egyenlő jogérvényesítése irányába, nemzeti hovatartozástól függetlenül. Ez a megállapodás egyértelműen meghatározza az aláíró felek kötelezettségeit és felelősségeit, külön hangsúlyt fektetve mindannyiunk útszerepére abban, hogy a pszichológiai felmérés a magyar nemzeti közösség tagjainak igényeihez igazítsuk. A megállapodással jelentős mértékben hozzájárulnak a magyar szakemberek foglalkoztatásához az oktatási intézményekben, miközben egyben előmozdítják a magyar nyelvű oktatást is Szerbiában, és növelik a magyar nemzeti közösséghez tartozó tanítók és tanárok számát a vajdasági oktatási intézményekben, tette hozzá az MNT elnöke. Ennek jogi keretét a Magyar Nemzeti Tanács és a Tartományi Gazdasági Titkárság, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat között megkötött háromos együttműködési szerződés szavatolja.
Do sada je to pokazalo da zaista ima zainteresovanih i jako dobro sarađujemo na tom polju. I sad da iskoristim ovu priliku i da kažem i kratko jednu rečenicu o onom što je osnovni zadatak moje službe koju ja danas predstavljam kao direktorka pokrajinske službe za zapošljavanje, a to je da zaista imamo u ovoj godini možda i najbolje rezultate koji se tiču smanjenja stope nezaposlenosti i povećanja broja zaposlenih. Nenad Ivanišević, tartományi gazdasági titkár hangsúlyozta, hogy a történelem során Szerbia területén még sosem volt ilyen jó viszony a szerbek és a magyarok között, valamint Magyarország és Szerbia viszonya is kiváló. Ovaj sporazum je možda jedna od stvari na koju sam ja najviše ponosan. Zato što ovim sporazumom mi pokazujemo da je Srbija zemlja ravnopravnih ljudi. Da u Srbiji pravo ostvarujete na svom nacionalnom jeziku. Da se vi izjašnjate kako ćete to pravo da ostvarite. A Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére és a Szerbiai Pszichológusok Társaságának szakmai közreműködésével a pedagógusok pályaalkalmassági vizsgálata 2012 óta valósítható meg magyar nyelven Vajdaság területén. Lengyelország rendkívül fontos gazdasági partnere Szerbiának, hangzott el Alexander Vučić és Donald Tusk közös sajtótájékoztatóján Belgrádban. A kétoldalú kapcsolatok megerősítéséről, Szerbia Európai Uniós útjáról és a koszovói helyzetről is tárgyaltak a felek. A négy szemközti tárgyalást követően plenáris ülésre is sor került a szerb és lengyel delegációk között. Katonai tiszteletadással fogadták Donald Tuskot a Szerbia palota előtt. Ezt követően tárgyalóasztalhoz ült a lengyel és a szerb miniszterelnök. A Milos Vučevićjel folytatott megbeszélés után Tusk Alexander Vučić államfővel zárt ajtók mögött tárgyalt. A felek megvitatták Szerbia uniós útját és a nyugat-balkáni országok európai integrációját, valamint azt, hogy az unió bővítésével kapcsolatban egyértelműbb brüsszeli jelzésekre lesz szükség. Közös sajtótájékoztatójukon Alexander Vučić megköszönte lengyel kollégájának az uniós integráció kapcsán tanúsított támogatását. Lengyelország egyébként januártól átveszi az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. Ne dolaze poljski premiéri i poljski predsednici često u Beograd. Za nas je ovo velika čast, za mene ovo lična privilegija. Uvek sam imao mnogo toga da naučim od vas, mnogo toga da čujem od vas i nadam se da ovo nije poslednji put da ste tokom svog mandata došli u Beograd i došli u Srbiju. Verujem da ste mogli da vidite i brojne promene u odnosu na ono što ste videli 2018. godine. Gazdasági kérdésekről is tárgyaltak. Megállapították, hogy Lengyelország fontos partnere Szerbiának. A két ország közötti árucsere 2023-ban több mint 2 milliárd eurót tett ki. A politikusok pedig abban bíznak, hogy idén ez a szám tovább emelkedik. A koszovói helyzet is terítékre került. A szerb elnök megkérte lengyel kollégáját, hogy hallgassa meg Belgrád álláspontját a felmerülő kérdésekben. A lengyel miniszterelnök szerb nyelven szólt az egybegyűltekhez. Leszögezte, hogy Szerbia nélkül nem teljes az Európai Unió. Donald Tusk hangot adott annak is, hogy országa nézetei és szándékai nem változtak az évek során. Polska podržává evropský put Srbije. Bez Srbije Evropská unia nie je kompletna. Pozdravujem ekonomický úspěch Srbije. Ekonomický, jaká Srbija je dobit za Evropskou uniju. Podržavamo regionalnu saradnju, naročito inicijative Otvoreni Balkan, koji su započele Srbija, Albanija i Severna Makedonija, kao i berlinski proces. Svesni smo ambicioznih planova koje Srbija ima kada je i u pitanju plan rasta, kako bi ubrzala svoj evropski put. A lengyel miniszterelnök szerda este érkezett Belgrádba, ahol Alexander Vučić ünnepi vacsora keretében fogadta. A találkozón Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök is jelen volt.
Magyarország és Szerbia az innováció, a tudomány, valamint a kultúra terén is stratégiai szövetségben áll egymással, jelentette ki ma Hankó Balázs. Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere Belgrádban, Jelena Begovic szerb innovációért felelős miniszterrel, és Nikola Selaković szerb kulturális miniszterrel is egyeztetett, valamint egy biotechnológiai konferencián is részt vett. Magyarország és Szerbia egy közös innovációs alapot tervez létrehozni, amelyben a két ország egyetemeinek és kutatóközpontjainak együttműködésével az egészséges élet, a zöld átállás és a digitalizáció területén hoznának létre kutatásokat. Egyebek mellett erről is egyeztetett Hankó Balázs Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere, Jelena Begovic szerb innovációért felelős miniszterrel. A felek a szerb fővárosban harmadik alkalommal megtartott biotechnológiai konferencián is részt vettek. Jelena Begovic a konferencia megnyitóján azt mondta, Szerbia készen áll vezető szerepet betölteni az innovációk terén. In the 21st century, technological progress is not slowing down, it is accelerating. We are living in the era of fourth industrial revolution, where innovation defines every aspect of our lives. With this in mind, we must ask ourselves, are we ready to lead this change, or we will just simply observe from the sidelines? Serbia has chosen to lead, to participate. A két miniszter egyebek mellett abban is megállapodott, hogy erősítik a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést, illetve hogy mobilitási programokon keresztül fogják erősíteni a fiatal oktatók, kutatók együttműködését. Hogyan tudjuk az itt Belgrádban induló Science Parkot, kutatási parkot magyar együttműködéssel segíteni, és hát kijelöljük még azokat a fontos kutatási pontokat a biotechnológia mellett, amiben jól tudunk együttműködni, és választ adunk arra az európai kompetencia hiányra, ami arról szól, hogy Európa veszített a versenyképességéből, mi nekünk kell Magyarországnak, nyugat-balkáni országokra helyre billenteni ezt. Hankó Balázs Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere később Nikola Selaković szerb kulturális miniszterrel arról egyeztetett, hogy jövő ősztől közös magyar-szerb évadot indítanak, amely a két ország kulturális hagyományait hivatott bemutatni. A két miniszter abban is egyetértett, hogy a középkorra fókuszáló archeológiai és etnográfiai kutatásokat is erősíteni kell a két ország között. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást a Tisza folyó mentén és az integrált vízgazdálkodást támogató projektet nyitottak meg Újvidéken. Ez az IPA Magyarország-Szerbia program keretében valósul meg. A projekt vezető partnere az Újvidéki Egyetem műszaki kara, míg a további partnerek között szerepel a Vajdasági Európai Ügyek Alap, a Magyarországon található Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Vízigazgatóság, a Szegedi Tudományegyetem és a Vajdaság Vizei Közvállalat is. A klímaváltozás okozta kihívásokra keresnek megoldást az Adaptisza projekt keretében. A korábban bevett gyakorlat, miszerint a csapadékot el kell vezetni a belvizek kialakulása elleni védekezés érdekében, a jövőben kontraproduktívvá válhat. Ehelyett a víz megtartására kell majd összpontosítani a Kárpát-medencében. Amint látszik ebből a projektből is, akár a címéből, vagy az összefoglalójából, a klímaváltozás az hatalmas kihívásokat jelent itt a régióban, mind Magyarországon, mind Szerbiában. És hát akár egy évben árvizes időszakok, de ugyanabban az évben aszályok is kialakulhatnak erre. Az idei év az egy nagyon jó példa, és ilyen évekből egyre több lesz. És ilyen körülmények között mindenképpen fontos a víz minél jobb megtartása, minden nagyobb mértékű megtartása a Kárpát-medencében. Az Adaptisza projekt fő célja egy közös platform kidolgozása a Tisza integrált vízgazdálkodásához, innovatív digitális eszközök alkalmazásával a tervezés és előrejelzés terén, így javítva a víz és katasztrófa kezelés szereplői közötti kommunikációt és együttműködést az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében. Uvažene dame i gospodo, članom 7 ugovora između vlade Republike Srbije i vlade Mađarske o prijateljskim odnosima i saradnji u oblasti strateškog partnerstva, posebno je naglašan značaj daljeg zajedničkog rada na razvoju Interreg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska. Naglašeno je da ovi projekti predstavljaju posticaj u ravnoteženom i održivom razvoju dve države, a u cilju održavanja dobrosusjedskih odnosa kao i podrške stabilnosti, bezbednosti i razvoju.
A projekt összköltségvetése 1 millió 420 ezer euró, amelyből 85%-ot az Európai Unió biztosít. A projekt idén szeptember 1-től 2026. augusztus 31-ig tart. Szarvas Gábor adai származású nyelvész emlék előtt idén háromnapos rendezvénnyel tisztelegnek a tiszamenti településen. A Szarvas Gábor nyelvművelő napok legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar nyelv értékeire és annak megtartására. A Szarvas Gábor nyelvművelő napok ünnepélyes megnyitóját követően a középiskolások, valamint az egyetemisták beszédversenyére került sor. A megmérettetése Adáról, Zentáról, Szabadkáról és Újvidékről is érkeztek diákok, akik a verseny első részében szabadon választott prózai szöveget mondtak el, a második részben pedig egy kötelezően kapott szöveg tolmácsolásában mérték összetudásukat. Először vagyok itt, és akkor meg szerettem volna próbálni, hogy ez is milyen, mert én a magyar nyelven ilyen szavaló, meg javaslomondókon elég sokat szoktam szerepelni, részt venni, és hogy milyen ez, hogy milyen, hogy lesz. Kíváncsi voltam. Felkészülést kaptam egy szöveget, a magyar tanárnőnk Lukácsi Ballag Adrián segített ebben nekünk felkészülni. A háromtagú bírálóbizottságot ezúttal Csúvik Zsófia logopédus, Máriás Endre a Magyar Szó főszerkesztő helyettese, és Hodik Péter Krisztina, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke alkották. Adán a Szarvas Gábor nyelvművelő napoknak több mint 50 éves hagyománya van. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a hagyományt ne engedjük megszakadni, ugyanis Vajdaságban, sőt, szinte az egész Kárpát-medencében egyedülálló rendezvény, amelynek az a célja, hogy a fiatalokat buzdítsuk arra, hogy az anyanyelvüket minél igényesebben használják. A rendezvény szervezésében az adai könyvtár is részt vesz. Kísérő rendezvényekkel tudjuk segíteni a nyelvművelő napok megvalósulását, így történik ez az idei esztendőben is. Egyrészt Pomozi Péter könyvbemutatójára hívunk és várunk mindenkit pénteken délután, majd szombaton este egy színházi előadással is, Kupuszináról érkeznek hozzánk a Sárga Csikó vendégelőadással, ami úgy gondolom, hogy szintén a magyarságunk megőrzése szempontjából egy szép rendezvény lesz. A rendezvény második napján, azaz pénteken az általános iskolák negyedik, valamint hetedik osztályos tanulói mérhetik össze tudásukat játékos nyelvi vetélkedő formájában. Szombaton akkreditált tanári továbbképzés és nyelvészeti konferencia következik. A nyelvművelő napok záró akkordjaként pedig aznap 18 órától a Sárga Csikó című előadás kerül bemutatásra az Adai Színházban. Zomborban rendezték meg a Maradjatok Itthon elnevezésű projekt központi záró eseményét. A programot, amely a helyi fiatalok támogatására, helyben maradásának ösztönzésére irányult, az Euróbácska Vidékfejlesztési Egyesület szervezte. Az esemény során a diákok különféle interaktív foglalkozásokon vettek részt, amelyek elősegítették a magyar és szerb anyanyelvű tanulók közötti párbeszédet és együttműködést. Ma volt a záró része ennek az ünnepének, és voltak különböző játékok, táncoltunk, volt kvíz, és tornáztunk, meg mindenféle. A Maradjatok Itthon projekt rendezvényeinek és programjainak célja a magyar és szerb diákok közötti kapcsolatok erősítése közös programok révén, valamint a minőségi oktatás és a közösségi élet elősegítése. Emellett a program arra is törekszik, hogy a gyerekeket ösztönözze arra, hogy maradjanak itthon és tanuljanak hazájukban. Ugye, ahogy ez a projektum neve is mondja, maradjunk itt. Arról szól, hogy sikerüljön meggyőzünk az itteni gyerekeket, fiatalságot, hogy maradjanak itt, mert igenis van miért itt maradniuk, lehet utána munkát találni, lehet szépen boldogulni otthon is, nem fontos minden, hogy külföldre menni. Szóval föl tudják találni magukat itt is, és a mi előadásaink ezért vannak, erről szólnak. A projekt az Oktatási Minisztérium és a Tartományi Oktatási Titkárság támogatásával valósult meg. Összesen 7 nyugat-bácskai általános iskola és középiskola vett részt benne. A rendezvény és az egész program arról szól, hogy a magyar gyerekek jobban érzik magukat itthon. Tehát, hogy ne kelljen elmenni Magyarországra tanulni, élni és a többi, hanem hogy itthon boldoguljanak.
A projekt augusztusban kezdődött. Összesen 7 kétnyelvű előadást tartottak meg a gyerekeknek az iskolákban. A program 3 fontos témát dolgozott fel, a toleranciát, a maradást, valamint a közösségi média negatív hatásait. Ma látjuk ennek a megkoronázását ezen a zárórendezvényen, hogy mennyire is fontos az, hogy fejlesszük az egymás közötti elfogadást, az egymással való együttélésnek a fontosságát, és úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű rendezvényeket, ezeket a továbbiakban is támogatnunk kell, mert az itthonmaradás segítik. A záró eseményen 140 diák vett részt, akik általános iskolákból és középiskolákból érkeztek. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Virágvásárokat tartanak Vajdaság szerte. A Varsói Légia együttesét látja vendégül a TSC labdarúgó csapata. Mielőtt tovább mennénk, kapcsolunk a közügyek stúdiójába Loboda Árpádhoz. Szia, mivel készültetek? Szia Gertrud, köszöntöm a híradó nézőit. 1956-tal és annak hagyatékával kezdjük a műsort. Keresjük a választ arra a kérdésre, hogy az eltelt évtizedek után milyen üzenetet hordoz még a forradalmárok hősies helytállása. Ezután a fogyasztói kosarat, annak tartalmát és értékét vesszük szemügyre. Mennyit keresünk és mennyit kell költenünk minden hónapban a megélhetésre. Foglalkozunk azzal is, hogy Szabadka felkerült a 10 legszebb európai szecesz város közé az Európa Tanács listáján. Lesz külpolitika is, a jelenleg is dúló izraeli-palesztin konfliktus alakulását boncolgatjuk szakértőnkkel. A híradó után várom Önöket, tartsanak velünk. Köszönjük szépen! Hertelendifalván a Tamás Járon Székely Magyar Művelődési Egyesületben kultúrműsorral, filmvetítéssel és koszorúzással emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A magyar himnusz eléneklése után a résztvevők egy perces néma csenddel emlékeztek a tragikus hirtelenséggel elhunyt magyar nemzetpolitikai államtitkárra, Potápi Árpád Jánosra. Kovács Tibor hegedű játékával indult az alkalmi műsor, aki katonadalokat adott elő. Ezután a Bűn és Bűntelenség című dokumentumfilmet vetítették le. A 2010-ben bemutatott dokumentumfilm Biszku Béláról, volt magyar belügyminiszterről, az 1956-os forradalom utáni véres és kegyetlen megtorlások egyik irányítójáról szól. Van egy érdekes dolog most, amit néztünk ezt a filmet. Ez a Mirisztán Eldek. Észrevettem, hogy bement a templomba, a szülőfali templomba, és keresztet hant. És milyen nagy hívő lett most, Isten hívő. És valamikor nagy kommunista volt, és nem akarja beismerni, hogy Hahn magyar forradalmi szemét, és hogy mondjam, hibátlan embereket megölt. Mert másképp nem lehet mondani, mert ő parancsolta. A megemlékezés nagy figyelemmel követte a lőcsei házaspár, akik jelenleg Svédországban élnek. Lőcsei Gyöngyi szülei 1956-ban menekültek el Magyarországról Ausztriába. Nagyon megható volt. Anyukám 13 éves korában jött ki Magyarországról szüleivel, rokonaival. Apukám is szintén az ő oldalairól, vagyis oldaláról szüleivel, rokonaival. Hogy mondjam, személyesen most nagyon megható volt ez a műsor, amit láthattunk, mert mi sose hallottam erről a személyről. Felkavartak az érzések nagyon. Azt sajnálom, hogy anyukám nem tud itt lenni. Annak ellenére, hogy terve volt, hogy eljön a mama is. Igen. De látom, hogy közben a feleségem a telefont nyomkodta, tehát a mamával direkt kapcsolatban volt, és mesélte, hogy mi történik itt is ebben a teremben. Úgyhogy nagyon szép volt az egész, és megható az egész. Milyen csúnya dolgok történtek. És ezt nem szabad elfelejteni, hogy mik történtek. Szürke és sivár, a kő, a park.
Az est egyik szervezője Sós Bálint, a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa volt. Mindenképp nagyon szerettem volna minél nagyobb részt kivenni a szervezésen belül, és én azt gondolom, hogy megfelelően tudtam támogatni a szervezési folyamatokat. A mentoromnak, Lőcse Ilonának nagyon sokat köszönhetek, mert ő rengeteg instrukciót adott, hogy mi alapján szervezzem én is, meg közösen ezt az eseményt. És én bízom abban, hogy azok, akik eljöttek ma, teljesen át tudtak szellemülni, és méltóképpen meg tudtak emlékezni az 56-os forradalom és szabadságharc áldozatairól, mert ez volt a cél. Kemény Mária éneke és Kis Samu klarinét játéka után a résztvevők közösen elénekelték a székely himnuszt, majd megkoszorúzták az udvaron álló kopjafát. Zenés verses előadással emlékeztek az Európa Kollégium diákjai az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra szerda este. Az 56 izzó ősze volt című alkalmi műsorban a fiatalok versekkel és dalokkal idézték fel a szabadságharc történelmi pillanatait. A színes előadás nem csak a múlt történéseinek jelentőségére emlékeztetett, de rávilágította a szabadság és az önrendelkezés értékére, emlékeztetve mindenkit arra, hogy a forradalmárok eszméi ma is élnek, és folyamatosan alakítják jövőnket. Nagyon fontos számunkra, hogy itt az Európa Kollégiumban megünnepeljük a jelentős ünnepeinket, és így az 56-os forradalomról és szabadságharcról is megemlékezünk. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a kollégistáink, ha csak mód van rá, akkor szerepeljenek ezekben az előadásokban, hiszen így egy kicsit közelebb kerülnek hozzájuk az események, visszaemlékezünk közben, amíg a műsort készítjük, és történelmi jelentőségeket is átbeszéljük, és így tudunk készülni a műsorra. Megnyílt az őszi virágvásár a Szabadkai Szabadságtéren is, ahol az érdeklődők kerti és szobanövények, facsemeték, fűszernövények és dekorációs kellékek közül válogathatnak. A 37 kiállító nem csak Vajdaságból érkezett, hanem Dél-Szerbiából is. A kétnapos esemény 11. alkalommal szervezték meg a zombori virágtermelők. Milanka Kostić, Szabadka város tanácsának kulturális ügyekkel megbízott tagja köszönetet mondott az önkormányzat nevében, hogy az eladók és a szervezők ilyen bős kínálattal lepték meg a helyieket. Danas na ovom centralnom gradskom trgu, ako mogu tako da kažem, zaista imamo priliku da uživamo u svim ovim prirodnim lepotama, u kreativnosti, ali i ljubavi prema cveću. Cveću koje nije samo dekoracija. Stručnjaci kažu da cveće donosi radost, mir i harmoniju u našu svakodnevicu. I ja bih ovom prilikom uputila poziv svim našim građanima da posete ovu dvodnevnu manifestaciju, da uživaju u ovom šarenilu boja, lepoti, ali i raznovrsnosti kako cveća, tako i sadnog materijala i ukrasnog bilja. Ne etessük a vízi madarakat. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A vízi madarak etetése nem csak teljesen felesleges, de kimondottan veszélyes is, amit tömegesen betegíti meg, sodorja veszélybe és ítéli pusztulásra őket. Rossz a környezetnek és kockázatot jelent az emberi egészségre is. Az etetés következtében a vízi madarak felhagynak a természetes táplálkozással, ami betegségeket okoz. Az elkényelmesedő szülők az etetőhelyre vezet a fiókáikat is, melyeknél az egyoldalú kenyérdiéta, angyal, szárny, hiánybetegsége, élethosszígtartó röpképtelenséget okoz. Ősszel nem vonulnak el a madarak az etetés miatt, és végül télen tömegesen fagyhatnak jégbe. Ez csak néhány azok a gondok közül, amelyeket a vízi madaraknak okozunk az esetleges etetéssel.
A Varsói Légia együttesét látja vendégül a TSC labdarúgó csapata ma este a Konferencia Liga második körében. A topolyaiak abban bíznak, hogy jó játékkal pozitív eredményt tudnak majd kiharcolni. Az első fordulóban a TSC hiába volt jobb a pályán kazah ellenfelétől, a pontok mégis az Asztana tarsójában maradtak, a Légia pedig meglepetésre legyőzte a Betis csapatát. A ma esti mérkőzést várhatóan telt ház előtt játsszák a TSC arénában. Jó hangulatban zajlott a TSC mérkőzést megelőző utolsó edzése szerda este. A topolyai együttes irányító Jován Damljanovics szerint egy nagyon nehéz ellenfél ellen kell bizonyítaniuk, de jó játékkal meg lehet a jó eredmény is. Imamo ozbiljno renomiranog protivnika, igramo tu na našem stadionu. Imamo sve vrhunske preduslove da pružimo jednu dobru igru i radno se da će doći nagrada za to. Palagyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója abban bízik, hogy sikerül megismételni a Kazahsztánban mutatott jó játékot, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a helyzetekből gólok is születnek, így pozitív eredményt érhetnek el a Légia ellen. Én várok egy nagyon jó játékot, várok egy olyan játékot, amely szerintem közönségnek érdekes lesz, mert figyeltük vagy néztük a Légia csapatát is, tehát ők is olyanok, akik szeretnek kijönni magasan, szeretnek kitámadni, valójában valószínűleg mi is azt fogjuk játszani, amit játszunk a hazai bajnokságban, és ezt gondolom, hogy majd egy ilyen érdekességet, sok helyzetet fog hozni. A ma esti mérkőzést várhatóan teltház előtt játsszák a TSC arénában, az összecsapás 21 órakor kezdődik. A Pannon televíziós stábja is élőben követi a topolyai mérkőzést. Dóró Alen kollégám már a helyszínen van, őt kapcsoljuk most. Szia Alen, milyen esélyekkel várja a Légia elleni összecsapást a TSC? Jó estét kívánok, köszöntöm a Pannon televízió nézőit innen Topolya központjából. Itt vagyunk ugye a TSC aréna mellett, ahol ugye 3 óra múlva kezdődik majd az a mérkőzés, amitől itt a szurkolók, illetve mi is azt várjuk, hogy pontot, illetve pontokat hoz majd a házigazdának, hogy a Topolya megszerzi majd itt első pontjait a Konferencia Ligában. Bízunk benne, hogy a szerencse ezúttal mellettük lesz, ugyanis Kazahsztánban egy érdekes adat. Több mint 20 lövése volt a TSC-nek az ellenfél kapujára, 3-szor a kapufát találták el, és végül 1-0-ra kikaptak. Hát most abban bízunk, hogy a szerencse ezúttal a topolyaiak mellé áll, és legalább egyel több gólt rúgnak majd, mint a Légia. Egyébként a mérkőzésnek az esélyese az ugye mégiscsak a vendégcsapat, mivel Európában nagyobb tapasztalata van, de nem toronymagas esélyese, és a fociban szoktak meglepetések lenni, úgyhogy ahogy mondtam, itt a szurkolók is abban bíznak, hogy a TSC-nek ma este meg lesznek az első pontja itt a Konferencia Ligában, és érdekességnek számít, hogy ugye még 3 óra van a mérkőzés kezdetéig, de már is érkeznek ide a szurkolók. Pontos adatot nem tudok mondani, de nagyjából egy 100 Légia szurkolóval már találkoztunk itt, taxikkal, buszokkal érkeztek ide a stadionhoz, most pedig szétnéznek a városban, és hát természetesen majd egy jó hangulatot alakítanak ki ők is a meccsen, csak úgy, mint a kékbetyárok, ugyanis a Légia szurkolótábor az egyik legjobb Európában, úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon jó mérkőzésre lehet majd itt számítani. Dóró Alen, köszönjük szépen! Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Utolsó útjára kísértek Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkárt Bonyhádon. Együttműködési szerződést írt alá az MNT a munkába álló tanügyi dolgozók támogatása érdekében. A lengyel miniszterelnököt fogadta a szerb államfő. Belgrádban tárgyalt a magyar kulturális és innovációs miniszter. Köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon televízióval, hisz rövidesen kezdődik hírháttérműsorunk a közügyek. Híradóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!